December 22-én pénteken is szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit. Mai adásunkban elsőként hírfolyamunkat, majd magazinműsorunkat láthatják. Kérem, tartsanak velünk! Evád Vozsákova nagykövet asszonyt fogadta Papp Gábor Hévízváros polgármestere. Az egyeztetésen szó esett a turizmusról, a testvérvárosi kapcsolatokról, a légijáratokban rejlő esélyekről és a határokon átnyúló pályázati lehetőségekről. Papp Gábor Hévízváros polgármestere és Pálffy Tamás, a Turisztikai Nonprofit Kft. Igazgatója fogadta Evád Vozsákova nagykövet asszonyt, aki augusztus óta tölti be ezt a pozíciót. Hévíz régóta jó kapcsolatot ápol a cseh nagykövetséggel, így nem véletlenül a fürdővárost választották első vidéki útjuknak. Látta azt, hogy elődei is Hévíz kiemelten kezelték, és hát természetesen turisztikai kérdésekről tárgyaltunk, abban rejlő lehetőségekről, együttműködésekről, hogy tudjuk egymást segíteni, illetve olyan különböző cégeknek adott esetben a bejövetele, akár a légi közlekedéssel kapcsolatosan, hiszen most éppen a reptérre mentek ki, ahol igazgató fogadja őket. Úgyhogy átfogva mondhatom azt, hogy turizmus, ennek különböző ágai, amik ezt erősíthetik, akár légijáratok indítása, vagy charterek indítása, úgyhogy érintettünk minden témát, és hát ezt a régió kapcsolatot ő is szeretné folytatni. Köztudott, hogy Hévízre évről évre egyre több cseh vendég érkezik. A nagykövet asszony bemutatkozó látogatásán a kapcsolat további erősítéséről is tárgyaltak. Děkuji moc za pozvání tady v Hévízu, jsem velmi ráda. Nagyon jól éreztem magamat Hévízen, ugyanúgy, mint Magyarországon, hiszen egy nagyon baráti ország, és nem nehéz itt jól éreznem magam. Ide is nagyon sok cseh turista jár, ez az egyik dolog, amiről beszéltünk a polgármester úrral. Erről volt szó, hogy minél több cseh vendég jöjjön Hévízre, és hogy a cseh kereskedelem milyen fejlesztésekben tudna segíteni a magyaroknak. A követség a hévízi látogatás után a Hévíz Balaton Airporton folytatta a tájékozódást. A Hévízi Vállalkozók Egyesületének szervezésében idén is különlegesen dekorált karácsonyfák díszítik a fürdőváros számos üzletét. A kezdeményezést a tavalyi évben hagyományteremtő szándékkal indította az Egyesület, amelyhez idén 13 üzlet csatlakozott. Különleges karácsonyfákkal készültek a hévízi vállalkozók idén is az ünnepi időszakban Hévízen. Az üzletek a kereskedelmi tevékenységükhöz kapcsolódóan alakították ki a nem mindennapi alkotásokat. A tavalyi évben útjára indított kezdeményezéshez idén 13 helyi vállalkozó csatlakozott. Tavaly jött az ötlet a Hévízi Vállalkozók Egyesületétől, hogy fogjunk össze egy kicsit ebbe a kicsit enyhébb időszakban, amikor nem nagyon sok vendég van a városba, hogy egy kicsit érdekessé tegyük. Csináljunk különleges karácsonyfákat, amiért kijönnének az emberek és körbesétálnának a városba, és megnézegetnék ezeket. A helyiek mellett az ide látogatóknak is különleges élménynyújtó program részeként városszerte számos helyszínen feltűnnek a különleges karácsonyfák, amelyek felkutatásában is segítenek a vállalkozók. Nagy örömünk az, hogy nem csak egyesületi tagok, hanem mások is csatlakoztak, úgyhogy nagyon örülnénk, hogyha a város lakói és a vendégek körbesétálnának és megkeresnék ezeket a fákat, amit az oldalunkon is megtalálnak, egy kis online térképpel is, úgyhogy ez is segíti őket hozzá. A különlegesen dekorált karácsonyfák január első hetéig még biztosan díszítik a fürdőváros számos üzletét. A programról bővebben a Hello Hévíz Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. Hazánkban javarészt csak karácsonykor és egyéb más kivételes alkalmakkor kerül hal az asztalra. Pedig a lehetőség adott, hogy jó minőségű, hazánkban őshonos, édesfizi halakhoz jussunk. December 23-ig halpiaccal várják a vásárlókat Keszthelyen, a halászcsárda teraszán. A kimondottan édesvízi halak alkotta kínálatban minden fellelhető, ami meg szokott jelenni az ünnepi asztalon. Azonban érdemes tisztázni, hogy a hullámzó Balaton csak háttérként szolgál, hiszen a kereskedelemben balatoni hal már régóta nem kapható.
Természetesen balatoni halak már nincsenek, és hát vannak, csak halászni nem lehet őket. A pontyot Balaton melléki tóból szerezzük be, Zsámbék, Irmapuszta, a többi édesvízű halak azok más tenyésztésből érkeznek. A kedvelt halak listája mondhatni állandó, azonban időnként megjelenik benne egy-két újabb fajta. Fogas, fogasfilé, ponty, ponyfilé, szürkeharcsa, afrikai harcsa most már, pisztráng, gyakorlatilag ezek halbelsőség. Hazánkban átlagban 2021-es adatok alapján 6,5 kilónyi halat fogyasztottunk, ami messze elmarad a több mint 23 kilós uniós átlagtól. Magyarországnak több része van, ahol például a Duna mellett Baján ott rendkívül szeretik a halat, ott nagyon nagy halfogyasztás van, sajnos a Balaton környékén nagyon kevés. A halfogyasztás és az egészséges étkezés szinte kéz a kézben járnak, viszont a mértéke az országon belül is megoszlik. Ugye mi halászcsárdát csinálunk, mi azért elég sok halat eladunk, de ez egy speciális hely. De maga a hétköznapi asztalon a Magyarországon nagyon-nagyon kevés halat esznek. Az alkalmi halpiac még szombatig várja a halra vágyókat, a kopoltyúsok minden olyan alkotó elemével, ami elmaradhatatlan kelléke a magyar karácsonyi menünek. A karácsony és újév időszaka sokszor komoly terhet ró a szervezetre. Azonban odafigyeléssel és apróbb erőfeszítésekkel könnyen megelőzhető, hogy erőtlenül induljon az új év. Új év, új élet. Sokan gondolkodnak így. Azonban az ünnepi időszak alatt a mértéktelenség sok esetben nem teszi lehetővé a lendületes, erőteljes évkezdést. A karácsony és a szilveszter, illetve az új év elején a közkedvelt névnapok sora, mint az István és a János, halmozott ital és ételfogyasztással jár, aminek bizony komoly ára lehet. Azonban, mint mindennek, ennek is van ellenszere. Ennek egyszerű a megoldása, kevesebbet, mértékletesebbet tenni, de ha úgy alakult, akkor érdemes, hogy a házi patikában legyen például a dipankrint, ismeri mindenki, ez a zsíros, sós fehérjék után segíti az emésztést. Az alkoholfogyasztásra meg egyetlen dolog van, a mérték. És akkor felhőtlen lesz az ünneplés, és nem lesz macska jajos az ébredés. Az emésztőrendszeri megbetegedések az év első szakaszában nagyon megszaporodnak. A mértékletesség mellett azonban van egy nagyon fontos alkotóeleme az egészség megőrzésének, ez pedig nem más, mint a mozgás, a sport. Azonban ennek sem szabad meggondolatlanul, legfőképpen felkészületlenül nekiállni. Aki benne van már a sportban, annak biztos, hogy van megfelelő mozgás fent ott a közösségi médiában, bárhol, tehát rengeteg-rengeteg. Viszont aki még nem sportolt, annak semmiképpen sem javasolnám, hogy ott kezdje el. Az várjon türelmesen, és akkor majd januártól, amikor újraindul az élet, akkor szakember segítségét kérje. Az ember nagyon sok kellemetlenséget meg tud spórolni magának, ha néhány dologra odafigyel. És nem úgy áll neki az ünnepi időszaknak, hogy ez az évnek az a szakasza, amikor mindent el lehet engedni, mert bizony, mint azt nagyon jól tudjuk, mindennek megvan az ára, még karácsonykor is. A téli napforduló óta fény eljövetelét ünnepelték zenével Hévízen december 21-én az önkormányzat dísztermében. A meghitt bensőséges hangulatú koncertre nagy számban érkeztek az érdeklődők. Jeszenszky István Sky és tanítványai adtak koncertet Hévízen a téli napfordulót és a fény eljövetelét ünnepelve. A szeretet energiája töltötte meg az amúgy is zsúfolásig megtelt városházi dísztermet. A fényünnep ez főleg az én szívembe varázslódik, de igazából ma 21-e van, napfordulás. Ettől a naptól és főleg a holnapitól sokkal több fényt kapunk, és ez egy megújulás a természetnek, egy átváltozás. Nálunk az északi féltekén a téli napforduló jelenti a leghosszabb éjszakát és a legrövidebb nappalt. Innentől kezdve, lassan ugyan, de a világos periódus hossza kezd el növekedni. Magyar népdalok, tibeti dalok és fénydalok. Ez jellemezte a meghitt, bensőséges hangulatú ünnepi koncertet. A nem mindennapi élményt a különleges hangszerek, a közös éneklés és egy táncos is gazdagította. Hagyományőrző zene is lesz, dobolunk, éneklünk.
akkor lesznek a saját fénydalaim, amiket úgy csatornáztam le, ami úgy jött le a szívemből sok éven keresztül. Sok közös olyan éneklés, amit a többiek is hoztak magukkal. A koncertet hagyományteremtő céllal hozták el Hévízre, ahol nem csak a közönség, hanem maguk a zenészek is hálásak voltak a közösen átélt élményekért. Magazin műsorunk élén Papp Gábor polgármester karácsonyi köszöntőjét láthatják. Tisztelt héviziek! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat karácsony közelgő ünnepén. Az esztendő legszebb, titkos, bensőséges, szeretettel, reménnyel átitatott időszaka előtt állunk, bízva abban, hogy ennek az ünnepnek a bensőséges üzenetét mindannyian megértjük és megéljük. Ki ne ismerné Pál apostol korintiusokhoz írt gyönyörű levelét, mely mindennél szebben adja át nem csak az adventi ünnepkörnek, nem csak a karácsony napjának, de egész életünknek, létezésünk alapjának üzenetét, a szeretetét. Pál apostol üzenetét komolyan kell vennünk, ebben a megtépázott, gazdasági és morális válság sújtotta, háborúk tépázta, célját vesztett sokszor apokaliptikus világunkban, a legfontosabb, hogy megtaláljuk a szeretetet. Magunkban és másokban. És nem csak megtaláljuk, de át is adjuk. Nem idézem Pál apostol levelét, de annak mai világunkra megírt ismeretlen szerzőtől származó változatát igen. Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő hangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletrendező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegény konyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyermekét megölelje, a szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát, a szeretet barátságos az időszűke ellenére is, a szeretet nem irigyel másokat, házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van, a szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngycsorok elvesznek, a telefonok elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad. Kedves héviziek, szeretettel teli áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Változatos programokkal, meglepetésekkel is készül Héviz a szilveszterre. Szombaton a 13 sév főz a termelői piacon, vasárnap nagy kocsonya kóstolóval és színvonalas koncertekkel várják az új évköszöntőket a fürdővárosban. A részleteket a főszervező mondta el stúdiónkban. Köszöntöm nézőinket, remélem ünnepi hangulatban, hiszen néhány nap múlva
karácsony, és azt követően néhány nap múlva pedig ránk köszönt az új esztendő, hogy mi vár még ránk a városban, Hévízen, programszinten, milyen programokkal készül a város, mivel tudjuk magunkat elfoglalni az ünnepi időszakban, és majd hogyan szórakozunk szilveszter este. Erről beszélgetünk a következő percekben Miklós Beatrixszal, a Hévízi Turisztikai Egyesület elnökével. Köszönöm szépen, hogy itt van. Még mielőtt a jövőbe tekintenénk, egy picit révedjünk el a múltba, hiszen egy eléggé speciális rendezvény zajlott a hétvégén a termelői piacon, jótékonysági halfőző esemény volt. Köszönöm szépen a meghívást. Ez a jótékonysági halfőző, ez egy szívügyem volt, szívügyünk volt, bajai halászlét főztünk. Igazán arra gondoltunk, hogy a jótékonyságnak a szeretet, a megértés, az alázat formáját választjuk, és ezzel megpróbáljuk motiválni az embereket arra, hogy meglátogassanak bennünket, és jótékonykodjanak. Értem ez alatt azt, hogy közel századok halászlé készült el, olyan illatfelhővel burkolta a piacot, hogy mindenki minket keresett. Fontos volt, hogy jótékonykodjunk, ezért Kis László Esperes úrral együtt a Brunswick Teréz katolikus óvodának ajánlottuk fel. A ma már ismert összeget, 182.000 forintot gyűjtöttünk ebben a formában. Akkor ezek szerint sikerült, hogy úgy mondjam, felpiszkálni az emberek jótékonyságát, vagy a halászlé volt a kulcs? Hadd legyek lokálpatrióta, a halászlé az kulcsfontosságú volt, de az emberek jótékonysága is határtalan ezekben a hónapokban. Azt látom, hogy nagyon jól fogadták, visszahívták a halfőző kollégákat, ugye Bajáról érkeztek. Úgy gondolom, hogy majd egyszer tavasszal újra meglátogatnak bennünket, és azt látom, hogy az embereknek fontos ma már, hogy jótékonykodjanak, és ez egy nagyon egyszerű forma. Eljött, vásárolt, és ezzel tulajdonképpen úgymond teljesítette azt a kötelezettségét, amit ő önmagával szemben tett. Rendezvény sorozat zajlik tulajdonképpen a termelői piacon az adventi időszakban. A harmadik vasárnapon, hétvégén vagyunk túl. Lehet-e mérleget vonni eddig, hogy sikerült, mekkora a siker? Úgy gondolom, hogy jók ezek a programok, ezek egy LIDER pályázatból valósulnak meg. A szombati programok azok mindig a piachoz kötöttek. Zárójelben jegyezném meg, hogy vasárnap is voltak programok a Turinform irodában, a mesés programok. Visszatérve az adventi hétvégékre, az első napon, vagy az első alkalommal a méz volt a középpontban, ott nagy sikere volt a mézbornak, mint újdonságnak. Ugye, és hát ez a jótékonysági halfőzés, ez kifejezetten fontos volt, illetve nagyon várják az utolsó programot a vendégek, ezt már tudjuk a piacról, mert ismerős arcok köszönnek sokszor vissza, a 13 séf fogja vendégül látni, kóstolóval, ünnepi ételekkel majd az oda látogatókat szombaton. Szilveszteri programokról beszéljünk, az évfordulójára mit tartogat nekünk a Hévízi programkínálat, a Hévízi termelői piac. Szombaton vendégünk lesz. Szombaton egy nagyon kedves vendégünk lesz, Madarász Ildikó, a vidék háziasszonya. Ő az, aki mindent tud a sütés-fűzés csinyáról, bínyáról, főleg azokról a típusú ételekről, amik hagyományosak, klasszikusak, és nem utolsó sorban könnyen és gyorsan elkészíthetőek. Miről van szó? Mit tanulhatunk tőle? Hát nagyon különleges dolgokat, a briósról és a pitékről fog nekünk nem csak előadást tartani, hanem helyszínen készíti is, és kóstolni is lehet majd nála. Ezek azok a termékek, amikkel, ha hirtelen vendégünk érkezünk, ha szilveszterre nem hívtuk, de mégis érkezne, akkor ezt hip-hop gyorsan el lehet készíteni. Ezekből készített nekünk recepteket is, úgyhogy vele személyesen lehet majd találkozni. A piacon is várunk minden érdeklődőt erre. Szilveszter este pedig egy egészen speciális program kínálkozik a termelői piacon. A nagy hazai kocsonya kóstoló szilveszter este 20 órakor, közvetlenül a bulit megelőzően. Hát igen, gondoltuk, hogy alapozzuk meg a bulit egy kicsit. Ez egy olyan program része, vagy a programnak egy olyan részeleme, ami visszanyúlik az előző napra, tehát 30-ára a piacra várjuk mindazokat, akik kocsonyát szeretnek készíteni, vagy készítenek, és szeretnék nekünk megmutatni, mert ott majd Ildikóval és Somogyi Zoli kollégámmal megbíráljuk ezeket a úgymond pályamunkákat, vagy pályaműveket, amiknek lesz majd különleges ajándéka is. Természetesen honoráljuk minden résztvevőnek a munkáját.
és ennek kapcsán készül majd körülbelül egy 150-200 kis adagnyi, kóstolóadagnyi kocsonya, különleges kocsonyák lesznek, és ezeket fogjuk kínálni, illetve kóstolni, illetve várjuk majd a véleményeket róla, hogy kinek melyik nyeri el a tetszését, és ez a szilveszteri program előtt 20 órától 21 óráig fog tartani a piacon, de a nagy sátorban lesz ez már. A kocsonya egy egészen speciális magyar étel, magyar képződmény, mondhatnánk rá, hogy ahány ház, annyi kocsonya, de ez nem föltétlenül igaz, azért vannak sztenderdek a kocsonya készítésben. Ön például hogyan készíti a kocsonyát? Beszélgettem már gasztró szakemberekkel, fantasztikus dolgokat tudnak elmondani a konyha világából, kulináris titkokat árulnak el, de nem biztos, hogy kiderül az, hogy otthon a saját konyhájukban mit főznek. Most akkor ezt kérdezem. Hát sok séffel dolgozom, sokat ismerek. Soknak a konyhájában jártam és ettem is abból, amit készítenek. A séfek otthon és én is klasszikusan. Szépen, lassan, azokból az alkatrészekből, ami ugye a sertésnél fül, köröm, farok részekből és egy pici kis csülök részből áll, kevés vízzel, lassan forralva, és tökéletessé válik. A fokhagyma az az fűszer, a só és a fokhagyma ugye, ami elengedhetetlen, és én ezt így tanultam a nagymamámtól, én is így főzöm. És én nem teszek, amikor kitálalom bele zöldségeket, például nem díszítem tojással, de egy nagyon-nagyon pici piros paprikával megszórom a tetejét, hogy egy pici színe legyen, és nyilván olyan paprikából, ami különlegességnek számít, mint például a bátyai vagy a sükörzsi paprika onnan a Bács-Kiskun megyéből. Színhús mehet bele, lehet szalonkocsonya, az még hagyomány, vagy az már valami új? Én azt gondolom, hogy a színhús az azért került bele a kocsonyába, hogy kedveltebb legyen. Tehát ugye azért nem mindenki szeret ezeket a bőrös, porszogos húsrészeket, és ezért szerintem így kiszélesedett a paletta, többen kóstolják majd, egy picit lehet abból is beletenni, de nem ez az alapalkatrésze, ez egészen biztos. De gondolom, hogy vasárnap este, illetve szilveszter este 20 órakor a nagy hazai kocsonya kóstolom, ilyet is olyat is kóstolhatunk. Minden lesz benne, úgyhogy várjuk a sok érdeklődőt. Utána mi vár ránk program szinten? Nagy buli ígérkezik. Hát ebben az évben nagyon nagy buli lesz. Azt gondolom, hogy 21 órától kezdődik a program. Egy DJ felvezetéssel, DJ Bellóval dolgozunk ebben az évben is, mert már tavaly bevált, és úgy tűnik, hogy ez a közkívánatra több éve bevált, igen, és ez közkívánatra is így alakult. Az első fellépünk azok színvikiék lesznek majd. Ők táncos lányok is jönnek velük, úgyhogy ők egy nagyon fergeteges, gyors felvezető programot fognak előadni. Én azt gondolom, hogy ők azok, akik majd megalapozzák ezt a hangulatot. Utána éjfél előtt találkozunk Vastag Tamással. Ő az, aki a testvérpárnak a picit komolyabb tagja, viszont az ő vonzás körzetében nagyon sokan tartoznak, tehát ő az, aki a 20 évesektől a 45 pluszig bárkinek bármit elő tud adni, és ő úgy is állítja össze a repertoáriát, hogy mindenkit megszólítson. És akkor elkövetkezik az éjfél, amikor pezsgős kocintás lehetséges majd, és éjfél után pedig a bestiák érkeznek, és szerintem a retro őrülettel megkoronázzák a bulit. Valamikor 2 óra körül fogjuk zárni a sátrat és a programot. Ha a vendégek is úgy gondolják, hogy most már fejezzük be, boldog új évet kívánnak egymásnak, előtte azonban látogassanak el a hétvégi programokra. Köszönöm szépen a felvilágosítást. Mindenki érezze magát jól kocsonyástól, bestiástól, singvikistől, Vastag Tamásostól és DJ Bellóstól. Köszönöm szépen. Nincs is rosszabb, mintha a gondosan előkészített és megtervezett étel nem úgy sikerül, mint ahogy azt mi megálmodtuk. Hogy ezt elkerüljük, érdemes megfogadni egy profi tanácsait. Mivel kevés halat fogyasztunk, így keveset is dolgozunk vele, ezért sokak szemében a halételek ízletes elkészítése bizony fekete mágiának minősül.
Azonban az igazság az, hogy ez messze nem olyan félelmetes dolog, mint azt gondolná az ember. Nagyon sok alapszabály segít minket. Vegyünk egy sokak által kedvelt alapanyagot, a fogasfilét, és kezdjük a fagyasztott áru kiengedésénél. Vízbe semmiképp se tegyük, inkább hagyjuk, hogy maga kiolvadjon. Egy sima tálcán vagy deszkán, egy GN-edényben, hogy ne törjön semmiképp se húsa. Ahogy kiolvad, és akkor lehet sózni, pácolni, aztán sütni. A halat mindig forró zsiradékon kell elkezdeni sütni, de mi van akkor, ha nem egyszerű napraforgó olajon sütünk? A különbség csak az, hogyha mondjuk az olajvalat használjuk, akkor kicsit szárazabb lesz a hal, ha tovább sütjük benne. A vajban meg ugye párolódik, és minél tovább van benne, annál puhább lesz. Tehát kiválasztottuk a számunkra szimpatikus zsiradékot, most pedig bőrével lefelé a serpenyőbe helyezzük a filét. Ha mindenképp forró olajba, és akkor le lehet súlyozni. Ne húzz össze a bőrét. Sül a halunk, na de meddig, mire kell odafigyelni, mi a lényeg? A sütésnél igazából az, hogy ne szárítsuk ki, mert minél többet van az olajban, annál szárazabb lesz. Szóval egy ilyen másfél perces oldalankénti sütés után le is vehetjük a gázról. Az ízesítés is lényeges. Szerencsére a halnál a só, bors, fokhagyma kombináció biztos út a sikerhez, de aki bátrabb és ki szeretne próbálni más fűszereket, nekik egy citromos, borsos variációt ajánlunk most. Bepácoljuk sóba, de utána még szoktunk rá ilyen citrombors keveréket rászolni. Van szájtott citromhéj, narancs, vöröshagyma, fokhagyma, bors. De ezek mellett még vannak a titkos hozzávalók, amelyek nagyon jól tudnak állni a halnak, ilyen például a kapor. Nem szabad azonban megfeledkezni a mártásokról sem, amivel nagyon fel lehet dobni egy halételt. Mi most egy erdei gombás ragút ismertetünk meg önökkel, kezdjük az elején. A hanyt már dinsztelünk, rókagomba, szarvasgomba, meg ilyen erdei gomba mixet berakunk a serpenyőbe, összekeverjük a dinsztelt hagymával, fűszerezzük, kakukkfű, só, bors, kis kapor, tejszín bele, összefőzzük, besűrítjük, és meg is van. Tehát ilyen egyszerű az egész. Megvan a halunk, hozzá a fantasztikus ragú, köretnek pedig a legkézenfekvőbb megoldás, a párolt rizs. Kész az incsiklandó menü. Ülhet a család az asztalhoz. Rovataink közül a helyi kukta részeként a karácsonyi kalács elkészítésének fortéjaival ismerkedhetnek meg nézőink. Majd programajánló, talentum pódium és színema is színesíti műsorfolyamunkat. Végezetül pedig a Zalai Krónikával zárjuk mai adásunkat. Köszönöm, hogy velünk tartanak, kollégáimmal együtt kívánunk további tartalmas televíziózást. Minden jót, viszontlátásra! Torma Áron, a Madárlátta Pékség tulajdonosa és megálmodója, egy északi stílusú, fahéjas, kardamomos kalácsot készít karácsonyra. A kalácshoz szükség lesz 400 g lisztre, 20 g élesztőre, 2 tojásra, 145 g tejre, 72 g cukorra és 6 g sóra. Adhatunk hozzá vanília kivonatot, folyékony kovászt, ami egyébként ki is hagyható, hiszen élesztőt is használunk. Fűszerként őrölt kardamomot használunk, majd a hozzávalókat összedagasztjuk. A liszthez hozzáadjuk az élesztőt. Ehhez kerülnek a folyékony hozzávalók, a tej, majd a tojás, illetve a cukor és a só. Végül hozzáadjuk a vanília kivonatot és a kardamomot is. Ettől lesz igazán karácsonyi ez a sütemény. A vajat majd dagasztás közben kell hozzáadni, hogy a végén homogén tésztát kapjunk. Kidagasztottuk a tésztánkat, egy ilyen homogén tésztát fogunk kapni. Az a lényeg, hogy ne ragadjon, akkor tudjuk, hogy már jó a tészta. Egy kicsit időigényesebb kidagasztani, legalább 20 perc alsó hangon, géptől függően. Nem kell tőle megijedni, az elején egy kicsit egy ilyen sáros állaga lesz, de szépen lassan összeszedi magát, és egy szép homogén tésztát kapunk
végeredményként. Nagyon jó vaníliás illata van, lehet benne érezni a kardamomot, igazából karácsonyi élmény. Csinálunk belőle egy kis gombócot. Ahogy ezt megkaptuk, formát, amivel négyzetformát, amivel igazából már később könnyebben tudunk dolgozni. Az a lényeg, hogy miután bedagasztottuk és megkaptuk ezt a négyzetes formát, egy sima fóliába becsomagoljuk és betesszük a hűtőbe egy éjszakára. Jó. De majd láthatjátok is, hogy mennyivel puhább a tészta, és nagyon nehéz az ilyet nyújtani, meg formázni. Szóval ezért is kell lehűteni, mert sokkal kezelhetőbb a tészta tőle. Töltelék 150 g vajból, 100 g cukorból és 15 g fahéjból készül. Van a tésztánk, nagyon jól visszahűlt, ugye jó kemény, benne van a fahéj, a cukor, és akkor kicsit kinyújtjuk. Szoktam méregetni nagyjából, hogy egységes legyen a szélre, nagyjából ugyanakkor a termékeket csináljunk. Ez egy olyan termék amúgy, ami a magyar pékségben azért nem egy, nem nagyon ismerik, ezért is csináljuk. És nagyjából 3 centis csíkokra fogjuk felvágni, és azokból fogunk formázni kis kalácskákat. Nekem van egy centim, de hogy ezt bármilyen módon meg lehet csinálni, nekem ez a leggyorsabb. Úgyhogy én így rászoktam mérni, és ahogy rámértem, látjuk, nagyjából 1 centis csíkokat kaptuk, és ugye ott van benne 3 réteg fahéj, fahéjas cukor, tészta, fahéjas cukor, tészta, fahéjas cukor. És akkor most jön a trükk, a formálás. Ez, ami a legtöbb embernek lehet egy kicsit idegen, egy csomót fogunk készíteni, ami úgy néz ki, hogy körbe tekerjük az ujjamon, utána csavarunk egyet rajta, és alátűrjük. És ő lesz a kész termék, de csinálok meg többet, mert ezek szebbek. Tök jól nyújtható, tehát itt vagyunk az ujjamnál, felteszem az ujjam, és igazából körbe tekerem rajta. És ahogy már elértünk ezt az utolsó 10 centit, alátűrjük, tekerünk egyet rajta,
Átfordítjuk. Ahogy megkeresztettük a kis süteményeinket, ez otthoni körülményeket, egy sütőbe, ha teszünk egy tálcára forró vizet, afölé egy másik tálcára föltesszük a kenyereket, gyönyörűen meg lehet kereszteni. Úgyhogy nem kizáró ezt, hogy otthon elkészítsük. Ahogy megkeresztettük őket, igazából egy vékony tojás réteggel bekenjük. Én a tojásba tettem egy nagyon picit tejet. Itt már szépen látszódnak a kis rétegek a termékünkön. Mindig Dániába elmentünk megnézni ezeket a süteményeket. Mi kardamomos csomónak hívtuk. Ahogy lekentük, itt igazából lehet válogatni. Én ilyen keményebb szemű dekorcukrot teszek a közepére, de lehet rá sima cukrot, vagy lehet ennél kisebb szemű dekorcukrot is kapni. Igazából bármi szép rajta. És 200 fokon nagyjából 20 perc alatt készesítjük. És akkor elkészültek a kis kalácsoljaink. Jó étvágyat kívánunk hozzá! December 24-én 15 órai kezdettel betlehemes játékkal várnak sok szeretettel minden kedves érdeklődőt a Hévízi Szentlélek templomban. Előadják a templom hittanosai. December elejétől adventi napok a Hévízi termelői piacon. A hónap minden hétvégéjén különféle témájú bemutatók várják az érdeklődőket. A legkisebbeket a Turinform előterében berendezett mesekuckóban szórakoztatják színes programokkal. Kiváló szilveszteri programokkal várnak mindenkit a Hévízi termelői piacon december 31-én 20 órától. Fellép Szingviki, Vastag Tamás és a 90-es évek népszerű lányzenekara a Bestiák. A hajnalig tartó jó hangulatról DJ Beló gondoskodik. Búcsúztassuk együtt az óévet, és köszöntsük az újat! Pót Szilveszter a Hotel Carbonában. 2024. január 6-án 19 órától egy fergeteges hangulatú estel várnak mindenkit a szálloda báltermében. A tánczenét a Silver Band szolgáltatja, a hangulatot az Irigy-Hónajmirigy fokozza. Jegyvásárlásra január 3-áig van lehetőség telefonon, e-mailen vagy személyesen a Platán bárban. A Hévízi Hungarikumok napja alkalmából megnyitott Tárva Tárt elnevezésű kiállítás 2024. április 6-áig tekinthető meg a Rákóczi utca 9-es szám alatt. A tárlat fő témája városunk helyi értékeinek bemutatása.
November és december hónapban is lehetőség nyílik különféle hévízi túrákon részt venni, és megismerkedni a fürdőváros különlegességeivel, látnivalóival, valamint a Nyugat-Balaton térségével. Túravezető segítségével fedezhetik fel a Véderdőt, geobotanikai séta keretein belül, illetve a tó környékét és mind az öt hévízi templomot is. A túrákra előzetes bejelentkezés szükséges. A Bobofán Park több, mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozóhelye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a tiniket az online világból, a felnőttekből előhozza a gyermeki énjüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. Vonka. A nagy sikerű Charlie és a Csoki gyár című film előzménye. Willy Wonka története arról, hogy fiatalon miként járta be a világot, és az umpalumpák segítségével miként hozta létre hatalmas csoki birodalmát. Timothée Chalamet, Hugh Grant és a Mr. Bean filmekkel ismerté vált Rowan Atkinson főszereplésével. Vagy esetleg lökött? Sokan jöttek már ide csokoládét árulni, de mindet eltaposta. A csokoládé kartel. Nem lehet boltot, ha nem adsz el csokoládét. De hogy adnál el csokoládét, ha nincs boltod? Álmodozni tilos. Most mit csinálunk, Willy? Ha. Ha? Ha. Ez dupla ha. Van papírceruza? Aha. Van egy ötletem. A Paddington rendezőjétől. A sorsod, amely mindeddig rossz volt, most jobbra fordul. Ígéred. És a Harry Potter producerétől. Kis újbegyszóra. Ennél szentebb eskü nincsen. És hogy kezdjük? A jó csokoládé egyszerű. Ellenbelez? Egyszerűen fura. Mi a mékű? Kinek kell olyan csoki, ami röptet? Azt majd meglátjuk. Kikérlebben csokit! Mi
Nincs itt semmi látnivaló. Az emberek néha legyűzik a gravitációt. Karácsonykor. Hölgyek és urak! Gurmé galéria népe! Az én nevem Willy Wonka. A fickó jó? Túl jó. Biztos íztam, hogy 80 kilót két hét alatt. Változtathat a sorsán, Mr. Wonka. Mindenkinek a sorsán. Utász! Minden jó dolog a világon egy álommal kezdődött. Ragaszkodj az álmodhoz. Itt az idő, anya. Egy film arról... Meglátjátok! ...hogy Williből... Ez lesz a legcsúdibb csoki volt! ...hogyan lett... ...szélese világon! Wonka. Szóval te vagy a fura kis ember, aki követett. Tájékoztatlak, hogy kifejezetten termetes vagyok az umpa-lumpák között. Umpa mik között? Felfrissítem az emlékezetedet. Ó, ezt ha lehet, ne. Késő. Elkezdtem táncolni. Azzal mi nem tudunk leállni. Wonka. Decembertől a mozikban. A győztes gól. Megtörtént események alapján. A film a szamojai futballcsapatot követi nyomon, miután 2001-ben 31-0-ás vereséget szenvednek egy világbajnoki mérkőzésen. Mivel újból közelednek a selejtezők, felbérelik a már kiöregedett, de még mindig lelkes edzőt, Thomas Rongent, hogy megpróbáljon változtatni a világ talán legrosszabb futballcsapatának sorsán. Ez most komoly? Igaz történet alapján, csak egy kicsit kiszínezve. Egy gólt sem rúgtunk, mióta csak megpróbáltunk kiállítani egy rendes foci csapatot. Ez is bemel, ez már megalázó. Én mondom nektek, változni fognak a dolgok. Szereztem új edzőt. Írta is rendezte Taika Waititi, az Oscar-vesztes Jojo Nyuszi és a Teen Choice Award-vesztes Thor Ragnarök alkotója. Mit kér inni? Whisky, sör, bor. Aha, mindegyik van. Melyiket? Mindet ebben a sorrendben. Egy nyerő történet. Az egész csapatban zéró tehetség és játékintelligencia van. Nem tetszik nekem ez a pasas. Hát, végül is fehér. A leghosszabb vesztes szériáról. Edzőként magának van itt a legnehezebb munkája. Mindössze egy gólt várok. Egy gólt. Ne csináljátok már! Túl keményen küzdöttünk ezért. Maga csak pár napja jött. Nem tudok velük dolgozni. Számukra ez csak egy játék. De hát tényleg az. Ügyes vagy, Jaya, vezesd őket! Végre látom a haladást. Menjen, atyánk! Köszönjük, hogy ide küldted hozzánk Mr. Rongent. Egészen megkedveltük őt. Mintha találtunk volna egy elveszett kis fehér gyerkőcet a plázában, és megmutattuk neki, merre menjen. A győztes gól. Hamarosan a mozikban. A tartalomból. Átadták a Zalaegerszegért díjakat. Az építőipari kivitelezés a megyegyűlés napirendjén. Energetikai felújítás a megyei kórházban. Új attrakciók a keszthelyi Festetics kastélyban. Ülést tartott a Vármegyei Államigazgatási Kollégium. Civilek vására Gellén házán. Köszöntöm kedves nézőinket! Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett azon az ünnepségen, melyen a Zalaegerszegért díjakat adták át. Az önkormányzata a kitüntetésekkel 1993 óta olyan magánszemélyek és szervezetek tevékenységét ismeri el, akik munkájukkal a helyi közösséget, a város hírnevének öregbítését szolgálják. Zala emblematikus népdala ifja Horváth Károly és zenésztársai előadásában hangzott el. Ezt követően Balajt Zoltán polgármester mondott beszédet.
Gazdaságunk fejlődése lehetővé teszi, hogy az évtized végére meghatározóak legyünk a Dunántúlon. Mindezek fényében különös erővel bír Zalaegerszeg városának minden elismerése, amelyben polgárait részesíti. Az elismerés alapja egy olyan teljesítmény, amely hozzájárul ahhoz, hogy ez a közösség még erősebb és még jobb legyen. Zalaegerszeg dinamikus fejlődését egy kisfilm is bemutatta, majd Gulyás Gergely miniszter szólt a megjelentekhez. Ma itt az első utam Zalaegerszegem dr. Marx Gyula nyugalmazott főorvos úrhoz vezetett, akinek a köztársasági elnök által adományozott magyar érdemlen tiszti keresztjét adhattam át. Zalaegerszeg volt az egyik város, amely már 1989-ben élt a szabadság első lehetőségével, és szabadon választott képviselőt küldött egy olyan parlamentbe, ahol még nem szabadon választott képviselők ültek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy város végső soron a benne élő emberekből épül. Minden kitüntetés nagyszerű alkalom arra, hogy lássuk és megtapasztaljuk, milyen sok és milyen sokféle teljesítmény tartja mozgásban ezt a várost, s rajta keresztül az országot. Ezt követően adták át a Zalaegerszegért díjakat. Elismerésben részesült Éderné Vasáros Ágota, a Csácsbozsoki településrészi önkormányzat tagja, Gócánné Tóth Zsuzsanna, az Alaszámzac szenior atlétája edzője, Kámán Ferenc, az Alaszám Zalaegerszegi Atlétikai Klub életműdíjas vezetőedzője, Magyar János, a Muravidéki Testvérváros Lendva polgármestere, Miszori Béla, a Zalaegerszegi Vívóegylet egyik alapítója, a kerekesszékes vívás vezetője, Ucsovai Grácián, ferences rendi szerzetes, a Jézus Szíve templom korábbi plébánosa, Pap Zoltán, az ETA teniszklub elnöke, Péter Zoltán, válogatott labdarúgó, az ETA egykori játékosa, és Pődörné Hajdú Ibolya, nyugalmazott óvodapedagógus. Dr. Szitjai Borbála házi orvos, állatvédő és kulturális mecénás, családi okok miatt volt távol, ő egy későbbi időpontban veszi majd át a kitüntetést. Az ünnepség zárásaként Viglászló országgyűlési képviselő mondott beszédet, majd ifjabb Horváth Károly és zenekara egy karácsonyi dalt adott elő. Ülést tartotta a Zala vármegyei közgyűlés. A testület tagjai 9 napi rendet tárgyaltak, köztük módosították az idei költségvetést, elfogadták a jövő évi munkatervet és a Zala vármegyei önkormányzat belső ellenőrzési tervét. A képviselők a törvényi kötelezettségnek eleget téve megválasztották az Zala vármegyei területi választási bizottság tagjait és póttagjait, akik esküdtettek. Tisztségemet a magyar nemzetjavára gyakorolom. A grémium tagjai tájékoztatót hallgattak meg a jogszerű és szakszerű építőipari kivitelezésről, s annak a kormányhivatal által végzett felügyeletéről. 2020 márciusa óta változás van, hisz a településektől, városoktól elkerültek ezek a hatóságok, és a kormányhivatal vette át a feladatot, és a főosztályvezető úr egy olyan tájékoztatás adott, amelyben látszik, hogy valóban jó döntés volt a kormány részéről, és az ügyfelek is sokkal gyorsabban juthatnak hozzá azokhoz az információkhoz, amelyek szükségesek. Mint elhangzott, építkezni bizonyos esetekben építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül is lehet, ám ez nem azt jelenti, hogy az épületek a telken belül bárhol elhelyezhetők. Ezen építmények esetében is kiemelten fontos, hogy be kell tartani mind a helyi, mind az országos építési követelményekben foglaltakat. Szeretném még kiemelni az elektronikus építési napló vezetésének a fontosságát. Az elektronikus építési napló az a kivitelezési folyamat dokumentálására szolgál. Fontos, hogy amennyiben elkészültünk az épületünkkel, az elektronikus építési napló lezárását követően az archiválódik, visszakereshető, és az esetleges jogviták során bíróság előtt ügydöntő jelentőséggel is bír. Az ülésen a képviselők jóváhagytak két határon túli együttműködéssel megvalósuló pályázatot is, melyet az Zala vármegyei önkormányzat nyújtott be. Folyamatosan figyeljük a határmenti pályázatokat, hiszen Zala megye 2
országgal is határos, de pont van olyan pályázatunk is, amelyen nem vagyunk határosak, csak részt vehetünk ebben, ez az osztrák-magyar pályázat, de kettő pályázatot nyújtottunk be. Az egyik az kifejezetten környezetvédelem, klímapolitikával kapcsolatos, a másik pedig egy egyedülálló hiperbár orvosi eszközzel kapcsolatos vizsgálatról, kutatásokról szól, bizony benne, hogy eredményesek leszünk. A kivitelezési határidő lejárta előtt mindösszesen 7 hónap alatt készült el a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház C épületének energetikai felújítása. A beruházást ünnepélyes keretek között adta át az intézmény. A C épület 1985-ben épült, elsősorban az egyre bővülő diagnosztikai osztályok elhelyezésére. Ma is ezt a fő célt szolgálja, s a korszerűsítés során minden olyan elemében megújult, mely a biztonságot és a takarékosabb üzemeltetést garantálja. Megújultak a nyilászárók, ez kívülről egy nagyon impozáns épületet eredményezett. A hűtési-fűtési rendszer, a fotocellás ajtók, a tető hőszigetelése, vízszigetelése, ez mind a projekt része volt. Ez egy energetikailag is nagyon nagy előrelépés, hiszen körülbelül 40%-os energiacsökkentést várunk ettől a projekttől. A beruházás az Országos Kórházi Főigazgatóság több intézményt érintő nyertes projektjének részeként valósulhatott meg. Alapvetően folyamatosan monitorozzuk az intézményeket, és annak keretében olyan azokat a beruházásokat keressük, ahol a legoptimálisabb az 1 forintra jutó megtérülési arány, tehát ahol minél nagyobb értéket tud képviselni a beruházás, és ugye itt ennél az épületnél az egy nagyon komoly megtakarítást tud eredményezni. Az energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár is a 746 millió forintos beruházás hosszú távú kedvező hatását emelte ki. Nagyon le fog csökkenni ennek az épület résznek az energiafogyasztása, és én azt gondolom, hogy ez a kórház fenntartása szempontjából is egy nagyon-nagyon jó hír, mert sokkal olcsóbb lesz az energiaszámla ezután, illetve hát a fenntartatósági szempontból is nagyon jó, mert az egész intézménynek a környezeti lábnyoma az sokkal kedvezőbb lesz. A 175 éves fennállását ünneplő kórház jubileumi esztendeje a gyarapodás és a korszerűsödés időszakaként kerülhet majd be az intézményi krónikába. Hogyha áttekintjük a különböző beruházásokat, akkor azt látjuk, hogy egyszerre 7 olyan projekt is zajlott, vagy még zajlik, amelyek hozzájárulnak a kórház infrastrukturális és eszközfejlesztéséhez. Ezeknek az összege megközelíti a 3 milliárd forintot, és hogyha az összegszerűségét nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ilyen látványos és jelentős fejlesztés az elmúlt időszakban nem volt. A kórház befejezésre már a projektjei között még olyan nagy beruházás is szerepel, mint a rendelőintézet felújítása. Több mint 4 milliárd forint értékben valósítottak meg új attrakciókat a Festetics kastélyban. 5 új szoba nyílt meg a látogatók előtt, emellett felújították a fejőházat, és meghosszabbították a kisvasút útvonalát is. Herceg Festetics negyedik György gyerekszobájába is beléphetnek a látogatók a Festetics kastélyban. A kisherceg itt töltötte életének első 4 évét dajkájával, Stovasser Katalinnal. A két szomszédos helyiség egyike a kisfiú szobalányának adott otthont, és feltehetően a gyerek születésnapi zsúrjait is itt tartották. A másik szoba Mária Haugwitz, Festetics negyedik György édesanyjának hálószobája volt. A falakon látható képek a Festetics család metszetgyűjteményéből származnak. Közel 9 milliárd forintot tudtunk olyan fejlesztésekre szánni, amely elősegíti azt, hogy még inkább minőségi időtöltéssel tudjuk várni a látogatókat, és ne csak nyáron, hanem az év minden szakaszában. A másik pedig, hogy valóban igyekeztünk ezekből a fejlesztésekből olyan eszközöket és olyan plusz dolgokat kialakítani, amely azt a fajta hasznosítást tudja biztosítani, hogy élettel töltsük meg ezt a kastélyt, és ne csak az állandó kiáltásokra érkezzenek, hanem egyéb más programokra is. Az egyedülálló főúri ebédlő már tavaly nyáron megnyitotta a kapuit. A műtárgyakkal gazdagon megterített asztalon olyan relikviák is láthatók, amelyek eszmei értéke felbecsülhetetlen. Az ebédlő melletti tálalószobát is bemutatják a látogatóknak, ahol porcelán étkészletek, aranyozott kupák és ezüsttálcák láthatók. A beruházás célja a Festetics örökség minél szélesebb körű bemutatása. Azt gondolom, hogy ha turisztikai szempontból, kulturális szempontból megnézzük, akkor nagyon fontos, hogy azt a célt, amit 2030-ra a magyar turizmus stratégia kitűzött,
konkrétan azt, hogy a Festetics örökség központját itt Keszthelyen, a Festetics kastély épület együttest egy olyan attrakcióvá tudjuk felkészíteni, előkészíteni 2030-ra, ami gyakorlatilag 4 évszakon keresztül minőségi, történelmi alapokon nyugvó szolgáltatást tud nyújtani. Megújult a fejőház épülete is. A Vadászati Múzeum szomszédságában történelmi játszóházat alakítottak ki, ahol népszerű játékelemek várják a gyerekeket. Ülést tartott a Zalavár megyei államigazgatási kollégium. A testület egyebek mellett tájékoztatót hallgatott meg Zalaegerszeg város helyzetéről és jövőjéről. Az esemény tematikáját az aktualitások mellett a grémium ellenőrző, véleményező hatásköre is alakította. Az államigazgatási kollégium minden esztendőben értékeli a kormányhivatal és a területi igazgatási szervek, valamint az önkormányzatok együttműködését, továbbá a kormányzati döntések területi végrehajtásának tapasztalatait. A Zalavár megyei államigazgatási szervek, önkormányzatok kiváló együttműködésben egymást segítve, tapasztalataikat egymással megosztva végzik a munkájukat. Jól sikerült a 2023-as évünk, még annak ellenére is, hogy a világon nagyon sok nehézség, nagyon sok kihívás elé állítanak a problémák minket. De a magyar kormány a döntéseivel azon volt, hogy a gazdasági nehézségeken úrrá legyünk, és ez Zalavár megyében kézzel fogható ennek az eredménye, hiszen megvalósultak azok a jövőbe mutató beruházások, amelyek megalapozzák, és tovább viszik Zalavár megye fejlődését. Az év vége, az év kezdete mindig az összegzés, a számvetés időszaka. A településeken ilyenkor olyan összejöveteleket tartanak, melyeken a lakosok finom ételek, italok fogyasztása közben beszélgethetnek, miközben a közösségi szellemet is erősítik. Így tettek nemrég Gellénházán is. A községben 2010 óta minden télen kulturális programot és vásárt rendeznek a helybelieknek és az ide látogató vendégeknek. Az ilyen és ehhez hasonló események iránt mindig komoly érdeklődés mutatkozik. Nagyon sok civil szervezetünk van, egyesületünk, ami nagyon jó mozgató erő, hiszen nagy létszámmal működnek ezek az egyesületek, civil szervezetek, és már csak a tagság is, hogyha megmozdul, az már nagyon jelentős létszámot jelent, és a falu részéről is, a falu lakossága részéről is igény van ezekre a programokra. A lokálpatrióta tudat erősítését 2024-ben a területi operatív program plusz forrásai is segítik. Erre a célra a 7000 főnél kisebb lélekszámú települések számára 2,5 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Az önkormányzatok pályázhatnak egy nagyon széles program lehetőségre. Azt lehet mondani, hogy a helyi humánfejlesztések témakörben szinte minden olyan rendezvény, kezdeményezés, a helyi identitás erősítését, a szemléletformálást, a bűnmegelőzést, akár a balesetmegelőzést lehet program szinten szervezni, és azokat a kulturális alkalmakat, amelyeket eddig is a falvak megünnepeltek, megültek, azokat most egy kis anyagi forrással is lehet támogatni. Kedves nézőink, ezzel mai összeállításunk végéhez értünk. Műsorainkat megtalálják a legnagyobb közösségi videó megosztón is, a Zalai Krónikát keresve. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!